No. Most nézzük meg, hogy mit jelent a fehérjék másodlagos térszerkezete, nagyon röviden a fehérje molekula konformációját. Mi is ez a konformáció? Ugye a szigma kötések körüli forgással létrejövő pillanatnyi térszerkezetek. Emlékezz vissza, amikor tanultuk az etánt, ahol ugye a két CH3 csoport foroghat egymáshoz képest, hogy végül is végtelen számú konformációja lehet például az etánnak, ami mindösszesen egy két szénatomos hidrogén. Itt pedig van ez a hatalmas fehérje molekula, azt gondolnánk, hogy rengeteg térszerkezeti lehetőség van. Hát nem így van. Ennek pedig az az oka, hogyha jobban megnézzük a peptid kötés térszerkezetét, akkor itt igencsak lecsökken a konformációs lehetőségeknek a száma. Tehát nézzük meg még egyszer, hogyan is épül fel egy fehérje molekula, vagyis egy polipeptid lánc. N-terminális vég, NH2 csoport, alfa szénatom, peptid kötés. Alfa szénatom, peptid kötés, alfa szénatom, peptid kötés. Itt négy darab, tehát egy tetrapeptidet rajzoltam föl, és aztán ide tettem három pöttyöt, hogy ez még folytatódhat, majd pedig a végén, ugye ott van a C-terminális vég, a karboxil csoport. Ugyanúgy, ahogy a sav amidoknál megtanultuk, a peptid kötést alkotó pi kötés, tehát a C2-ös kötésóból van egy szigma és egy pi, a pi kötés, és a nitrogén nem kötő elektronpárja delokalizálódik, és egyenletesen oszlik el az oxigén, szén és nitrogén atomok körül. Ezt mindenhol itt bejelöltem pirossal. Mi lesz ennek a térszerkezeti következménye? Ennek az lesz a térszerkezeti következménye, hogy a peptid kötést alkotó négy atom, az oxigén, szén, nitrogén és hidrogén, száznek a kötései, szigma kötései, mivel hárman vannak, ezért 120 fokot fognak bezárni, és ezért egy síkban lesznek. Sőt, nem csak az oxigén, szén, nitrogén és hidrogén, hanem a közvetlenül hozzá kapcsolódó két alfa szénatom is. Tehát tulajdonképpen térszerkezetileg úgy kell elképzelnünk egy polipeptid láncot, hogy ilyen síkok kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez már is nagyon-nagyon lecsökkenti a forgási és pillanatnyi térszerkezeti lehetőségeket. Tehát csak az lehetséges, hogy ezek a, most leteszem, ez egy peptid sík a tenyerem, és ezek foroghatnak és zárhatnak be mindenféle szögeket egymással. Sőt, rájöttek arra is, hogy nem is olyan sok lehet, sőt, konkrétan kettő kedvező térszerkezete lehet ezeknek a peptid síkoknak. A kedvező térszerkezet az, hogy a peptid kötést alkotó, tehát úgy helyezkedjenek el egymáshoz képest a térben ezek a peptid kötések, hogy a lehető legtöbb hidrogén kötés tudjon kialakulni, a szén-2-ös kötésó, tehát itt, és egy másik peptid síknek az NH csoportja között. Ezek a kedvező térszerkezetek lesznek a másodlagos szerkezete a fehérje molekuláknak. Na, mik ezek a kedvező térszerkezetek, ahol a peptid kötést alkotó atomok között a lehető legtöbb hidrogén kötés tud kialakulni? Ez egy kicsit függ attól, illetve nagyon függ attól, hogy milyen féle aminosavak építik fel az adott polipeptid láncot. Hogyha olyan az a fehérje molekula, hogy kevés féle aminosav építi fel, és ráadásul kicsik az oldalláncok, akkor a kedvező térszerkezet az úgynevezett béta redő, amikor is a peptid síkok úgy helyezkednek el, mint hogyha egy kiterített legyezőn üldögélnének, ezt most mutogatom, vagy egy rakott szoknyán kell elképzelnünk. Általában egy ilyen béta redő nem fordul elő egyedül, hanem rögtön egymás mellé rendeződnek, és itt egymással szembe
úgy rendeződnek a több bétaredő, hogy itt felrajzoltam, hogy a peptidkötést alkotó oxigén nem kötője legyen szembe a másik molekulában, az egyik aminosavnak a peptidkötést alkotó NH csoportjával, és itt alakul ki közöttük a hidrogénkötés, a csoportok pedig kifelé felváltva a papír erre merőlegesen néznek előre és hátra. Tehát kis oldallánc aminok esetén a kedvező konformációja a fehérje molekulának, egy polipeptid láncnak a béta redő. Ha olyan aminos savak alkotják a fehérje molekulát, amelyek nagy oldalláncúak, akkor viszont a legkedvezőbb konformáció az úgynevezett alfa helix, amikor is helix, tehát csavarmenet szerűen feltekeredik a molekula, és egy ilyen emeletet, az körülbelül 3,6 aminosav, tehát közel 4 aminosav alkot egy ilyen csavart, és ilyenkor úgy helyezkednek el a peptidkötést alkotó atomok, tehát a C2-s kötés O és NH, hogy a tengellyel párhuzamosan és egymás fölé, illetve alá néznek. Tehát így. Tehát itt C2-s kötés O, itt egyet most berajzolok. Például, hogyha itt van egy aminosav, aminek itt van ez a C2-s kötés O NH-ja, tehát kétszeres kötéssel ez az oxigén, akkor például itt szembe van egy olyan, ahol itt a peptid kötés hidrogénje, és itt alakul ki a hidrogén kötés. Az oldalláncok pedig kifelé néznek a helixből. Tehát mind a béta redő, mind pedig az alfa helixnek a térszerkezetét a peptid kötés atomjai között, csoportjai között kialakuló hidrogén kötések stabilizálják, rögzítik. Ilyen egységes, másodlagos szerkezettel rendelkeznek az úgynevezett fibrilláris fehérjék, vászfehérjék, amelyeket alapvetően jellemző, hogy kevésféle aminosav építi föl. Béta redő például a selyem hernyó által készített természetes selyemnek a fehérjéje, a fibroin, alfa helix pedig a hajunkat, a körmünket, bőrünket felépítő keratin molekulák, amelyek ilyen alfa helix struktúrában vannak a lehető legstabilabb állapotban. Szigorúan csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy például a haj esetén ezek az alapvető molekulái például a keratinnak, tehát ez az alfa, egy ilyen alfa helix molekula, aztán nagyobb struktúrákba rendeződik. Méghozzá olyan módon, hogy először három darab ilyen alfa helix csavarodik össze, és utána ezt a 2 darab 3-ast még 9 darab másik 3-as vesz körül, és ez a legkisebb egysége a hajnak, ezt úgy hívják, hogy mikrofibrillum. Még érdekességképpen jegyzem meg, hogy ezt a struktúrát az alfa helix molekulák között kialakuló diszulfid hidak stabilizálhatják. Amikor valakinek például begöndörítik a haját, akkor azt csinálják, hogy először fognak egy redukáló szert, amivel ezteket a diszulfid hidakat felszakítják ezek között a mikrofibrillumok között, és ilyenkor ugye visszaalakul ez az SH csoport, amit az előbb már említettem, ez a cisztein csoport, utána pedig hidrogén felcsavarják, és hidrogénperoxiddal visszaoxidálják, és ilyenkor újra visszaalakulnak a diszulfid hidak, de már ott, ahol ugye a csavaró felcsavarás miatt egymáshoz
közel kerültek, és így alakul ki egy viszonylag tartós hullám, amíg az megmarad, amíg csak le nem nő a haj. Jó, tehát akkor a fehérjék, még egyszer, a fehérjék másodlagos szerkezete összefoglalva a tulajdonképpen a béta redő és az alfa hélix, amely a peptidsíkok egymáshoz képesti kedvező térszerkezetét jelenti. A következő videóban a harmadlagos és a negyedleges szerkezettel ismerkedünk meg.